Ő mindig valami nagy dologra készült, valami nagyon nagy dobásra, mint ahogy be is váltotta. 68 után voltunk, és közölték, hogy szó nem lehet 70-ben arról, hogy történelmi filmek lesznek újra. Hát elég volt a Szegény legényekből és a Fényes szelek, hát szó nincs róla. A Latinovics Zoltán, aki egy nehéz fiú volt, szóval nem volt könnyű, hogy úgy mondjam, miközben egy egyedülállóan zseniális színész volt, és a Zoli, aki szintén kilógott az átlagból, fantasztikusan megtalálta a hangot egymással, hogy ima az eredmény. Nagyon ritkán születnek ilyen emberek, de még ritkább az, hogy ilyen emberek megértik egymást. Viszont megkerülhetetlen volt a Latinovics figurája, mert ez a tulajdonképpen a múlt századot, hát most már nem múlt század, a múlt század előtti századot idéző, elegáns úriember nem sok volt a magyar filmszínészek között. Megkapta a lehetőségét annak, hogy a Krúdi színbányából filmet készítsen, és azt szeretné, hogyha én fényképeznél. Mondtam neked, hát Janóval készítettél majdnem minden rövidfilmet, hát meg úgyis úgy tudom, hogy itt a forgatókönyvben Janó szintén benne van, mint hogy a Szimbádban, ezt neked vele kell lefényképezni. Mondta, hogy nem, ő a Janóval nem. Hogy miért nem, arról nem esett szó. Zolinak tulajdonképpen a Tóth Janó stílusa nagyon-nagyon feküdt, az elvont képalkotás. Zoli félretolt ezt a függönyt, begúcskált, és azt mondta, hogy megvártalak. Hát mondom, ha megvártál, akkor kezdjük el a filmet. Hát ennek már úgy látszik vége. Mehetsz vissza a szeretődhöz, a Terkához. Én ugyan nem bébelődöm a temetéseddel. A halál pillanatát úgy meghosszabbítani, úgy, ahogy abból egy film legyen, ez egy külön tanulmányt érdemelne. Erről nem is olvastam, nem is hallottam, hogy erről beszélgetnének, vagy vitatkoznának egyáltalán. Ő nagyon sok mindent ráhagyott a Misi bácsira. Tehát arra, hogy ő állítson valamit össze, a különböző montázsokat, és aztán eljött, vagy tetszett neki, vagy nem, de, és rengeteg mindent hagyott kipróbálni. Hogyha megláttunk egy helyszínt, ami megtetszett nekünk, akkor arra próbáltunk egy jelenetet kitalálni, úgyhogy elég szabadon kezeltük mi ezt a forgatókönyvet. Azt mondta neki a Zoli, hogy én körülbelül ezt a hangulatot szeretném. És akkor a Misi bácsi csinált neki egy snit sorrendet. Azt ő megnézte, és akkor azt mondta, hogy igen, körülbelül erről van szó. A Zoliban megvolt ez a látomás, bennem is aztán kialakult, úgyhogy létrejött a film. Az, ami ő rá jellemző, az ő kettőjüké, a Misi bácsié és az övé. Mire oda kerültem, hogy meg kell írni a zenét, addig én azt a filmet kockáról kockára ismertem. És tanulja voltam annak, hogy alakult ki az a film. Az összes jelenet meg volt vágva, akkor azért ott szerkezetileg is nagyon sok minden változott. Tehát ide került valami, oda került valami, attól, hogy átkerült egy másik helyre, attól egy picit át kellett vágni, mert más értelmet kapott az emlék, a jelen és jövő idő. A Szimbádnál egy hét alatt írtam meg azt a zenét, csak minden kockával tisztában voltam. Egy átlagos filmvágásnál minimum háromszor több időt foglalkoztunk vele. Tehát ami a Szimbádban hangilag ki lett találva, ahhoz kellett a Réti Jancsi is,
fenomenális hangmérnök volt. Tudtam, hogy egy nagyon jó filmet csinálunk, és azt is tudtam, hogy egy nagyon különleges filmet csinálunk. A hang a Szimbádban, a beszédhang, azt is úgy kezeltük, de hát ő kezelte, hogy az kvázi zene. Míg mélázó szemeimbe könnyed csalsz, leány. Ó, csak feledj, s ne érezz semmi vádat. Menj férjhez, rózsa vagy, kinyílt virág vagy. Ne, Szimbád, ne. Az a történet, hogy a Szimbád volt, az a Zolinak az érdeme, de kellett hozzá a Sárának a racionalitása, meg a képi világa, kellett a Morel Misi bácsinak a nagyon objektív és nagyon okos hozzájárulása. Ezek nélkül nincs a Szimbád.